A Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd templomba várták az érdeklődőket a Bolyai Iskola hagyományos jótékonysági adventi koncertjére. A rendezvényt Bernát Rita, a Bolyai János Technikum igazgatója nyitotta meg, aki beszédében elmondta, az advent a készülődés ideje, ilyenkor ünnepi díszbe öltöztetjük a szívünket, a lelkünket és az otthonunkat is. Valóban erről szól az advent? Valóban ez az adventi időszak lényege? Ez a csillogás, ez a ragyogás, ez a rohanás? Azt gondolom, az advent ennél sokkal többről szól. Mi fontosnak tartjuk, hogy átadjuk diákjainknak az adventi időszak igazi üzenetét. Ez volt a célunk akkor is, amikor sok-sok évvel ezelőtt először rendeztük meg iskolánk adventi koncertjét. Bernát Rita elmondta, fontos számukra, hogy a diákok, a tanárok és a szülők közösen készüljenek a közelgő ünnepre. A Bolyai Általános Iskola intézményvezetője, Molnárné Tóth Erika köszöntőjében arról beszélt, hogy december tájékán egy különleges érzés tölti el szívünket, a szeretetről szól ez az időszak. Kedves gyerekek, ha rátok nézek, tekintetetekben az előttetek álló fellépés lázas irgalmát, de ugyanakkor a várakozás örömteli varázsát is látom. Miről is szól a mai adventi koncertünk? Terezzünk meglepetést, örömet mindazoknak, akik szívélyes invitálásunkra velünk együtt készülnek az ünnepre. A köszöntők után elsőként egy verset hallgathattak meg az érdeklődők. Ez a karácsony más lesz, mint a többi. Próbáljuk meg egymást még jobban szeretni, hisz a szeretet többet ér, mint a legnagyobb ajándék a föld kerekén. Ezután az iskola különböző kórusai énekeltek karácsonyi dalokat, de cselló és fúvolaszó is felcsendült. Az ünnepi koncert teljes bevételét az iskola hátrányos helyzetű gyermekekért alapítvány javára fordítják. A Bolyai Iskola jótékonysági adventi koncertjének egészét az ünnepek alatt televíziónk adásán is megnézhetik.